Sokan foglalkoznak életmód tanácsadással, sok embert érdekel is, de vajon mi az, amire leginkább figyelnünk kellene? A Pécsi Polgári Szalon Egyesület rendszeresen jelentkező az Igazság tükrében című sorozatában arra keresték a választ, mitől vagyunk betegek és mivel tehetjük magunkat egyénileg gyógyultá. Egy életvezetési szaktanácsadó vajon hogyan fog hozzá, amikor valaki felkeresi tanácsért? Megnézzük azt, hát mindenféle az életmódjára vonatkozó, az állapotára és az életmódjára vonatkozó kérdés, és igazából azt nézzük meg, hogy ő mi az, amit legelőször be tud illeszteni, mit tud változtatni legelőször, legkönnyebben, és megnézzük, hogy hogyan tudjuk felépíteni ezt az életmódváltást, hogy minden meglegyen benne, ami ahhoz szükséges, hogy az ő egészsége helyreálljon. Egy életmód tanácsadó mire hegyezi ki leginkább konzultációi során a kommunikációt, ahhoz, hogy hiteles, hatékony legyen? Telegdi Csaba életmód tanácsadó a mérésben hisz. Én abban hiszek, hogy egy embernek az egészségét arra alapozni, hogy valaki azt mondta, hogy ez működik, a másiknak nem működik. Én azt gondolom, kell egy olyan objektív mérési pont mindegyiknél, ahol tudom, hogy mi a kiinduló helyzet. Tudom, hogy az ő szervezete milyen állapotban van. Onnantól fogok tudni egy olyan tervet készíteni arra, hogy milyen változások kellnek az ő életmódjában ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ennek a kiküszöbölése, vagy csak egyszerűen jobb egészséget szeretne, vagy ha van valamilyen problémája, akkor az hogyan tud megoldódni rövidebb időn belül. Az egészséges életmód divat manapság, azonban csak tüneti kezeléseket vagyunk hajlandóak elfogadni, mondta Lengvászki Attila, a Pécsi Polgári Szalon Egyesület elnöke. Fáj a fejünk, gyorsan beveszünk egy fájdalomcsillapítót, magas a vérnyomásunk, gyorsan megpróbálunk egy vérnyomás csökkentővel helyreállítani egy szervezeti problémát. Valójában az okok keresése a legfontosabb, az okok megtalálása, és hogyha ez megvan, akkor módszer arra, hogy a test saját magát gyógyítsa meg. Mi ebben hiszünk. Ha egészségesek vagyunk, akkor erősek is. Ezáltal az egész nemzet erősödik. Ezért fontos, szükség esetén az életmódváltás. Ekkor elsősorban saját magunkra számíthatunk. Ezt üzente az Igazság tükrében című sorozat legutóbbi előadása.